Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Felsőrs környékéről, a Zöldsáv túra útvonalról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok Felsőrs környékén, a Zöldsáv túra útvonalon, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen, gagyi videó lesz, tőlem Fricitől, mint ahogyan azt már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen, gagyi videóban. És akkor én a továbbiabban arrafelé folytatom az én kis túrámat, tehát arrafelé haladok a továbbiakban, de még mielőtt tovább haladnánk arrafelé, megmutatom néktek konkrétan azt, hogy az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem, így hát fordulok is egy 180 fokot, és akkor megmutatom néktek tulajdonképpen azt, hogy az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem. Hát íme, én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, tehát abból az irányból érkeztem az ezt megelőző videómban, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Így hát a továbbiabban nem arrafelé fogok haladni, hanem szépen fordulok egy újabb 180 fokot, és folytatom tovább az én kis túrámat itt, Felsőrs környékén, a Zöldsáv túra útvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor én folytatom tovább arrafelé az én kis túrámat itt, a Zöldsávon. Tartsatok velem! És akkor, ahogy láthassátok ezen a felvételen, én már folytatom is tovább a mai kis túrámat itt a Zöldsáv túra útvonalon, most már Felsőrs környékén, mert már tényleg Felsőrs környékén vagyok tulajdonképpen, ami egyben azt is jelenti, hogy szépen lassan, de biztosan közeledek a mai úti célomhoz, hiszen a mai úti célom az az, hogy Balatonfüredről eljussak gyalogosan különböző túra útvonalakon egészen Felsőrsig, és ahogy mondottam az előzőekben, ugye már itt vagyok Felsőrs közelében tulajdonképpen, ami egyben azt is jelenti, hogy közeledek a mai túrámnak a végéhez, mert tényleg közeledek a mai túrámnak a végéhez, a vasárnapi túrámnak a végéhez, hiszen konkrétan vasárnap van, amikor ez a videó készült. Pontos idő és dátum folyamatosan ott látható a képernyő aljában, illetve a kijelző aljában. És ugye én ezen a mai napon azt találtam ki magamnak, hogy szépen elindultam ugye Balatonfüredről, a vásárcsarnok elől, illetve a piaccsarnok elől, elindultam Balatonfüredről gyalog, és szépen el fogok gyalogolni egészen Felsőrsig, különböző túra útvonalakon, és valójában a túrámnak a nagy része már mögöttem is van, tehát már mögöttem van a túrámnak a nagy része, tehát már tényleg már csak egy pár kilométer van vissza a mai kis túrámból, és akkor meg fogok érkezni tulajdonképpen Felsőrsre, ahol a mai kis túrám tulajdonképpen a végéhez fog érkezni. Ugye Balatonfüredről indultam el még reggel, tehát még reggel indultam el Balatonfüredről, és ugye most már jócskán benne vagyunk a délutánba. A pontos idő és dátum folyamatosan látható a kijelző aljában. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a mai kis túrámat itt a Zöldsáv túraútvonalon, Felsőrs környékén,
mert tényleg már itt vagyok Felsőőrs közelében, tehát már tényleg nincs olyan sok vissza Felsőőrsig, mert tényleg már csak egy pár kilométer lehet vissza tulajdonképpen ebből a mai kis túrámból, de viszont ha az összes kilométert nézzünk, ugye úgy viszont meg már sok bennem a kilométer ezen a mai napon, tehát ugye reggel volt, amikor elindultam Balatonfüredről, tehát akkor még reggel volt, amikor én ugye elindultam Balatonfüredről ebben a mai kis túrámmal, és most már ugye láthassátok, hogy jócskán benne vagyunk a délutánba, vagyis benne vagyok a délutánba, ahogy látható ezen a felvételen, illetve a pontos idő és dátum ott van a kijelző aljában. És akkor szépen haladok tovább, gyerekek, tovább itt a zöldsáv túra útvonalon, Felsőőrs irányába. Tehát Felsőőrs irányába haladok, gyerekek. Hát valójában, mióta elindultam Balatonfüredről, azóta egyhuzamba, ugye Felsőőrs felé haladok, különböző túraútvonalakon, mert tényleg különböző túraútvonalakon, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor szépen haladok tovább itt a zöld sávon, gyerekek, Felsőőrs közelében, mert tényleg már nincs olyan nagyon messze ide Felsőőrs, esetleg olyan két kilométer lehet még vissza, nagyjából, tehát nagyjából még olyan 2 kilométer lehet vissza Felsőőrsig, ami valójában már nem olyan nagy távolság, főleg annak tükrében, hogy már hány kilométer van bennem, mióta elindultam ugye Balatonfüredről, és akkor szépen haladok tovább Felsőőrs felé, gyerekek, itt a zöld sávon természetesen, tehát még mindig a zöld sávon, hát valójában most már erről a zöld sáv túraútvonalról nem is fogok letérni, hiszen már mindvégig ezen a zöld sáv túraútvonalon fogok haladni egészen Felsőőrsig. Na, gyerekek, és akkor szépen haladok is tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Hát utoljára tavasszal jártam itt talán, ha jól emlékszem. Igen, azt hiszem tavasszal jártam itt utoljára, csak akkor éppen pont fordítva haladtam. Akkor ugye Felsőőrsről indultam, a legjobb emlékezetem szerint, de az is lehet, hogy Lovasról indultam, és gyalogoltam Veszprém-Fajszig. Aha. Igen, megvan. Tehát amikor utoljára itt jártam, akkor még igen, tehát koratavasz volt, tél vége koratavasz volt, amikor utoljára itt jártam, még valamikor februárba, és akkor ugye Lovasról indultam el, és elgyalogoltam egészen Veszprém-Fajszig. Igen, ez így volt, ez most már így megvan. Tehát már emlékszek rá, gyerekek, hogy utoljára itt jártam, akkor ugye az még valamikor februárban volt, amikor utoljára itt túráztam. Tehát az még valamikor februárban volt, gyerekek, tehát az sem most volt. Tehát valamikor februárban jártam itt utoljára. Hát azóta nem jártam erre konkrétan, mert nem jártam erre azóta. De most már így jobban belegondolva, így visszaemlékezetből, igen, tehát az rémlik nekem, hogy február lehetett, amikor utoljára itt jártam, és akkor ugye Lovasról indultam el, mert tényleg Lovasról indultam akkor el, és elsétáltam egészen Veszprém-Fajszig, itt a zöld sávon. Igen, február vége, vagy március eleje volt, már nem emlékszem pontosan, de valahogy így volt, az biztos. És akkor haladok tovább itt a zöld sávon természetesen, aminek mindjárt meg is mutatom a jelzését, hiszen itt van a zöld sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése. Tessék, lássék, itt látható a zöld sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és én a továbbiakban is
ezen a zöldsáv túraútvonalon fogok túrázni egészen Felsőőrsig. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor haladok is tovább ezen a zöldsáv túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható méghozzá, arra felé folytatom a én kis túrámat. Tehát erre felé folytatom az én kis túrámat. Tehát szépen haladok tovább ugye Felsőőrs felé, még mindig a zöldsávon. Hát ugye most már nem fogok letérni erről a útvonalról, tehát már mindvégig ezen a zöldsáv túra útvonalon fogok túrázni egészen Felsőőrsig, tehát már mindvégig ezen az útvonalon maradok. Hát valójában ugye jó pár túra útvonalat érintettem, mióta elindultam Balatonfüredről, mert tényleg jó pár darab túra útvonalat érintettem, mióta elindultam ugye Balatonfüredről, de nézzétek meg a NEST megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor szépen haladok tovább ugye Felsőőrs felé, tehát folytatom tovább a mai kis túrámat. Szépen haladok ugye Felsőőrs irányába. Hát itt közben át kell keljek egy kiszáradt vízmosáson. Át kell kelni egy kiszáradt vízmosáson. Amúgy itt van a zöldjelzés. Tehát itt van a zöldjelzés, gyerekek. Tehát itt van. És akkor itt haladok tovább arra felé. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. Hát itt szépen átmegyünk ezen a üres vízmosáson. Úgy gyerekek, és lehet, hogy csalán lesz majd erre. Lehet, hogy csalán lesz erre, gyerekek. Jaj, nem áll. Megint csalán dzsungelon kell keresztül mennem, mint pénteken. Hú, gyerekek, a pénteki túrám az nem volt egyszerű, de nézzétek meg azokat a videókat is, mert ugye pénteken túráztam ugye a Bakonyba, a Sárgasáv túraútvonalon, Porva Csesznek, vasúti megállóhely és Vinye között. Tehát ez a pénteki napon volt ez a túrám. Arról is természetesen készültek videók. Nézzétek meg azokat a videókat is. Köszönöm szépen. És akkor szépen haladok tovább. Hát igen, itt is van némi csalán, de azért nem annyira veszélyes, mint ami ott volt a Bakonyba a pénteki napon, mert azért a pénteki napon jó pár darab csalán dzsungelen kellett keresztül mennem a pénteki napon, ami most viszont azért itt azért akkora dzsumbúj nincsen, mint ami pénteken volt. Hát közben itt van egy, igen, hát itt van egy vízműterület, tehát a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT-nek van itt egy védterülete, belépés szigorúan tilos, idegeneknek belépni tilos, kamerával megfigyelt terület, valójában minden is ide van írva tulajdonképpen, ahogy látható ezen a felvételen, és akkor szépen haladok is tovább, folytatom tovább a mai kis túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is. Hát itt azért nem volt akkora csalán dzsungel, mint ami ugye a pénteki napon volt, amikor ugye a Sárgasáv túra útvonalon túráztam, Porva Csesznek vasúti megállóhely és Vinye között, ugye ez pénteken volt. Hát nézzétek meg azokat a videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy miről beszélek. Hát tényleg egy nagyon jó kis túra volt akkor mögöttem a pénteki napon, meg a csütörtöki napon, meg a keddi napon, meg a hétfői napon is. Hiszen ugye a múlt héten ugye a Bakonyban túráztam, 4 alkalommal is. Tehát ezen a héten végig ugye a Bakonyban is túráztam, konkrétan 4 alkalommal túráztam a Bakonyban. De nézzétek meg a ott készült videókat is, köszönöm szépen. Hát itt megint átkelünk ezen a üres vízmosáson. Hát így né, megint átjöttünk az üres vízmosáson. Víz nincs benne természetesen, és akkor haladok tovább itt Felsőőrs irányába. Tehát folytatom tovább a
mai kis túrámat. Hát szépen haladok tovább, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És lassan majd következik Felsőőrs. Tehát tényleg már lassan már Felsőőrs fog következni, ahol a mai kis túrám tulajdonképpen a végéhez is fog érkezni, mert hogy ugye Felsőőrsig fogok a mai napon csak elgyalogolni, és akkor szépen haladok tovább, majd arra felé folytatom az én kis túrámat, tartsatok velem majd a továbbiakban is, csak itt van egy óriási vízmosás, ahogy látható ezen a felvételen, láthassátok, hogy mekkora vízmosás van itt, hatalmas vízmosás van itt, ahogy látható ezen a felvételen. Ezt mindig megmutatom néktek, amikor erre túrázok. Tehát ezt a hatalmas vízmosást minden alkalommal megmutatom néktek, amikor éppen erre túrázok. Most is itt van ez a hatalmas vízmosás, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor szépen haladok tovább, arra tovább Felsőőrs irányába. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor folytatom is tovább a mai kis túrámat, és hamarosan következik Felsőőrs, tehát tényleg következik hamarosan Felsőőrs, ahol a mai túrám tulajdonképpen a végéhez fog érkezni, ezen a vasárnapi napon. Hát jó pár kilométer a lábamban van, megint jó pár kilométert legyalogoltam, letúráztam, mert tényleg jó pár kilométert legyalogoltam, megint, szokásomhoz híven, tehát rengeteg kilométert gyalogoltam le, megint. Hát ugye, hogyha megnézitek a NESZT megelőző videókat, abban jól látható az, hogy ugye Balatonfüredről indultam el ezen a vasárnapi napon, és akkor még mindig itt vagyok természetesen a zöldsáv túra útvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. Tehát itt van ugye a zöldsáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és én még a továbbiakban is ezen a zöldsáv túraútvonalon fogok túrázni. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor haladok is tovább ezen a zöldsáv túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. És akkor szépen haladok tovább arra Felsőőrs irányába. Hát szépen haladok ugye Felsőőrs felé, konkrétan. Hát tényleg Felsőőrs felé haladok. Hú, gyerekek! Hát igen, itt ez a keresztbe dőlt fa, ez már egy kis ideje itt van. Már évek óta itt van tulajdonképpen. És akkor itt elkezdünk fölfelé kapaszkodni a hegyoldalon. Tehát itt szépen elkezdek fölfelé kapaszkodni a domboldalon, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát szépen elkezdek felfelé kapaszkodni, kifelé a völgyből. Hát láthassátok, hogy elindultam fölfelé egy emelkedőn, ahogy látható ezen a felvételen. Hú, gyerekek! És akkor szépen haladok előre felé. Szép lassan. Hú, hát egy jó kis emelkedő van itt amúgy. Mert tényleg egy nagyon jó kis emelkedő van itt, ahogy látható ezen a felvételen. És szépen ugye mászok fölfelé, ahogy azt láthassátok. Hát szépen mászok fölfelé itt a emelkedőn. Jó az idő, főleg így hegymenetbe, föl az emelkedőnek. Hú. Hú. És itt van egy ilyen geológiai bemutató tanösvény, tehát itt van, láthassátok, itt van egy ilyen geológiai bemutató tanösvény, ahogy látható ezen a felvételen. Hát itt van, gyerekek, mert tényleg itt van egy geológiai tanösvény, egy geológiát bemutató tanösvény van itt konkrétan, ahogy láthassátok ezen a felvételen, íme.
és akkor szépen haladok is tovább természetesen. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen, és akkor mászok tovább fölfelé a hegyre. Tehát mászok tovább fölfelé, föl a hegyre, gyerekek. Igen, tehát szépen fölmászunk itt a hegyre. Közben itt egy pókhálót leszedek magamról, és akkor mászok tovább fölfelé a hegyre. A hegyre, ahogy láthassátok. Hegy, hát mondjuk ez nem hegy, hanem csak egy domboldal tulajdonképpen. Mert nem hegy, hanem csak egy domb, amit mászok fölfelé. Na, gyerekek, és lassan majd megérkezek majd felső ősre. Tehát lassacskán majd felső ősre is meg fogok érkezni közben. És akkor haladok tovább, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát szépen haladok előrefelé, ahogy látható ezen a felvételen. Így, gyerekek, és akkor itt balra kell kanyarodni, tehát itt balra, tovább arrafelé, tehát tovább arrafelé kell haladni, mert arrafelé van felső őrs, tehát tovább arrafelé kell haladnom, és akkor egy kis körültekintés, tessék, lássék, így néz ki a környezet, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát íme. Így néz ki a környezet, ahogy láthassátok ezen a felvételen, és akkor szépen haladok tovább arrafelé, tehát arrafelé folytatom tovább a mai kis túrámat. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor legyen már egy kis visszatekintés, ha már itt úgyis forgolódok, és én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, arrafelé van Veszprém Fajsz, Nemesvámos, Balatonfüred, Hidegkút. Hidegkút, Balatonfüred, Nemesvámos, Veszprém Fajsz, az konkrétan arrafelé van, én speciál Balatonfüredről jövök, tehát abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, és a továbbiakban szépen haladok tovább arrafelé. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. És akkor folytatom tovább a mai kis túrámat, ami majd lassacskán a végéhez fog érkezni, hiszen hamarosan meg fogok érkezni felső ősre, ahol tulajdonképpen a mai kis túrám a végéhez is fog érni, mert tényleg hamarosan megérkezek felső ősre. A mai kis túrám ugye az felső őrsön fog véget érni ezen a vasárnapi napon. És akkor itt van ugye a zöld sáv túraútvonalnak a jelzése. Itt a továbbiakban nem arra felé kell menni, tehát nem arra felé kell menni a továbbiakban, mert nem arra felé kell menni a továbbiakban, amerre ez az ösvény megy. Tehát nem arra felé kell menni a továbbiakban, hanem a továbbiakban konkrétan arra felé kell haladni, tovább, felfelé, felső őrs irányába, mert arra felé van felső őrs, és én is abba az irányba fogok haladni természetesen. És akkor legyen egy kis visszatekintés, ha már itt pörgök, ugye abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, és szépen haladok tovább, mutatom, tehát szépen haladok tovább arra felé. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor haladok tovább természetesen, tovább itt a zöld sávon, tehát folytatom tovább a mai kis túrámat, tovább itt a zöld sávon fölfelé, felső őrs irányába, és hamarosan meg is érkezek felső őrsre, ahol a mai kis túrám tulajdonképpen a végéhez is fog érkezni, mert hogy csak ugye felső őrsig jövök a mai napon, és a mai túrám az ugye felső őrsön fog véget érni, amikor majd megérkezek felső őrsre,
ami valójában már nem olyan sokára lesz, hiszen már itt vannak mindjárt a lakóingatlanok, tehát felső és első lakóingatlanjai, és akkor ugye itt van a zöldsáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és én még a továbbiakban is ezen a zöldsáv túraútvonalon fogok túrázni. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor haladok is tovább ezen a zöldsáv túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És akkor szépen haladok is tovább ezen a zöldsáv túraútvonalon, tartsatok velem, méghozzá arra haladok tovább felfelé, Felsővörs irányába, és hamarosan meg is érkezek Felsővörsre, ahol a mai kis túrám tulajdonképpen a végéhez fog érni, mert tényleg Felsővörsön fog véget érni a mai kis túrám, mihelyt megérkezek Felsővörsre, ami már nincs olyan messze, konkrétan már csak egy pár méter van vissza, mert tényleg már csak egy pár méter van vissza a mai kis túrámból, tehát tényleg már csak egy pár méter, gyerekek, és a mai kis túrám tulajdonképpen a végéhez fog érni, hiszen pillanatokon belül megérkezek Felsőörsre, mert tényleg pillanatokon belül megérkezek Felsőörsre, és a mai kis túrám ugye Felsőörsön fog véget érni. Hát lányok és fiúk, Felsőörs következik, tehát Felsőörs következik, gyerekek, ami már tulajdonképpen itt is van, tehát meg is érkeztünk Felsőörsre, mert már itt vagyok. Hát lányok és fiúk, megérkeztem Felsőörs faluba, tessék, lássék, ez már itt ugye Felsőörs, ahogy látható ezen a felvételen, tehát láthassátok, hogy megérkeztem Felsőörsre, ahogy látható ezen a felvételen, gyerekek, tehát ez itt már maga Felsőörs, ahogy azt láthassátok ezen a felvételen. Hát lányok és fiúk, egy kicsit még gyalogolok tovább itt Felsőörs területén, de valójában megérkeztem a úti célomhoz, tehát ez itt már valójában Felsőörs, ahova megérkeztem. És akkor legyen már egy kis visszatekintés, tehát legyen egy kis visszatekintés. Én ugye konkrétan abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, tehát abból az irányból jövök, gyerekek, és valójában meg is érkeztem Felsőörsre, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És akkor itt egy kicsit még gyalogolok előrébb. Hát valójában ez már itt ugye Felsőörs, ahogy látható ezen a felvételen. És ugye a mai kis túrám az itt Felsőörsön fog konkrétan a végéhez érni. Tehát tényleg itt ér véget a mai kis túrám ezen a vasárnapi napon, itt Felsőörsön. És akkor itt egy kicsit még gyalogolok befelé a faluba, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Közben egy légy itt a képernyő, a kamerának a lencséje előtt szemtelenkedik, mert tényleg egy légy közben itt szemtelenkedik a kamerának a optikája előtt. Hú, gyerekek! És itt mindjárt balra is kell kanyarodnom, tehát itt mindjárt balra. Tehát itt mindjárt balra is kell kanyarodni. Tehát mindjárt itt balra. Hát itt meg szépen balra be kell kanyarodjak. Tehát itt balra. Tehát itt szépen be is kanyarodok balra. Így, né? És szépen haladok tovább arra felé. Tehát abba az irányba haladok tovább. Arra felé folytatom az én kis túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor legyen egy kis visszatekintés, én konkrétan ugye abból az irányból jövök,
tehát abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, és szépen haladok tovább arra felé, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor folytatom tovább a mai kis túrámat. Most már ugye Felsőőrs területén vagyok, tehát konkrétan a mai kis túrám itt fog befejeződni Felsőőrsön, tehát itt fogom befejezni a mai kis túrámat ezen a vasárnapi napon, ami valójából már nem is olyan kis túra, mert nézzétek vissza az ezt megelőző videókat, és akkor abból jól látható lesz az, hogy valójából nem is olyan kis túra van mögöttem ezen a vasárnapi napon, mert tényleg nem kis túra van mögöttem, hanem egy szép, hosszú túra van mögöttem konkrétan, gyerekek. De nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És itt lassacskán le is térek a zöldsáv túra útvonalról, tehát itt szépen majd le is térek a zöldsávról, tehát szépen itt le is térek a zöldsáv túra útvonalról, és szépen elindulok a buszmegálló irányába, ami itt van már nem messze, és szépen ott a buszmegállóban megvárok majd egy buszt, és elindulok vissza Veszprém városába. Amúgy a zöldsáv túraútvonal az konkrétan arrafelé folytatódik, tehát arrafelé folytatódik a zöldsáv túraútvonal, tehát a zöldsáv túraútvonal az konkrétan arrafelé folytatódik, arrafelé van Lovas, és arrafelé halad a zöldsáv túraútvonal egészen Lovasig, a református templomig, mert ott ér véget a zöldsáv túraútvonal. És akkor én folytatom tovább a én kis túrámat arrafelé, a busz megálló irányába, mert valójában már busz megálló irányába haladok. Hát lányok és fiúk, és a mai kis túrám tulajdonképpen ennyi is lett volna. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és hogy velem tartottatok ebben a újabb kis túrában, ami valójában nem is olyan kis túra. Nézzétek vissza az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. Tehát nem egy kis túra van mögöttem, hanem egy jó, hosszú túra van mögöttem. De ezt az ezt megelőző videóimban meg tudjátok nézni, hiszen konkrétan reggel indultam el Balatonfüredről, mert tényleg reggel indultam el Balatonfüredről, méghozzá a piac csarnok elől, illetve a vásár csarnok elől, tehát onnan indultam el reggel, és ugye láthassátok, hogy már 14:30 is elmúlott tulajdonképpen, délután 14:30, pontos idő és dátum folyamatosan ott van a kijelző aljában, ahogy láthassátok ezen a felvételen, így hát egy szép kis hosszú túra van mögöttem tulajdonképpen, mert tényleg egy hosszú túra van mögöttem, és én el is fáradtam egy kicsit, mert tényleg elfáradtam, gyerekek, nem vészesen, csak egy kicsit, de elfáradtam, ez van, hiszen már nem vagyok mai gyerek, és akkor szépen haladok tovább arrafelé, a busz megálló irányába, mert arrafelé van a busz megálló, tartsatok velem a továbbiakban is, és akkor legyen már egy kis visszatekintés. Én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, és szépen haladok tovább arrafelé, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor szépen felgyalogolok ide a busz megállóhoz, ami már itt van nem messze, mármint a busz megálló, és onnan a busz megállóból majd nézek egy buszt, ami visszavisz engemet Veszprém városába, és nagyjából ennyi is lett volna a mai kis túrám. Remélem, hogy tetszett ez a mai kis túrám nektek, legalábbis én ebbe bízom, hogy tetszett nektek ez a mai kis túrám is. Remélem, hogy legközelebb is velem fogtok tartani egy következő túrában, ami még nem tudom, hogy mikor és hol, tehát azt még konkrétan nem tudom, hogy mikor és hol, de nyilván
lesz majd egy következő túra valamikor, csak nem tudom mikor, de lesz. Hát lányok és fiúk, valójából megérkeztem Felsőőrsre, tehát ez itt már valójában Felsőőrs, és a mai kis túrán tulajdonképpen lassacskán be is fejeződik, mert tényleg lassacskán befejeződik a mai kis túrám. Ugye itt van már a buszmegálló, tehát itt van már a buszmegálló, gyerekek, tehát itt van a buszmegálló, itt még átmegyek a zebrán, itt szépen átkelek a zebrán, és valójában ennyi is lett volna a mai kis túrám. Hát a Szélzai elnézést és bocsánatot kérek tőletek. Tudom, hogy szélzajosak vagyunk, hisz hallom, én is. Hát lányok és fiúk, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és hogy velem tartottatok ebben a újabb kis túrában is. Tartsatok velem legközelebb is, ami nem tudom, hogy mikor és hol, de lesz legközelebb, csak éppen nem tudom, hogy mikor és hol. Remélem, hogy tetszett néktek ez a mai kis túrám. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal. Ha nem tetszett ez a videó, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, hogy velem tartottatok ebben az újabb kis túrában is. Közben a hangom el is megy, ahogy hallhassátok ezen a felvételen. Bocsi. Közben már el is megy a hangom, mert már annyit dumáltam. Hát lányok és fiúk, ennyi lett volna a mai kis túrám. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, hogy velem tartottatok ebben az újabb kis túrában is. Tartsatok velem legközelebb is, ami nem tudom, hogy mikor és hol, de lesz legközelebb. Mert lesz, nyilván, csak éppen még azt nem tudom, hogy mikor és hol. Hát egy biztos, lányok és fiúk, a mai kis túrám ezennel véget ér. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy megnéztétek ezt a videót is, meg az ezt megelőző videókat is. Ha tetszettek a videók, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszettek, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Természetesen a videóról, illetve az útvonalról. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, hogy velem tartottatok ebben az újabb kis túrában is. Tartsatok velem legközelebb is. Ennyi lettem volna. A viszont látásra, a viszont hallásra. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és egymásra. Üdvözlettel Frici Felsőőrsről. Sziasztok! És még mielőtt a hangom teljesen elmenne, el is köszönnénk tőletek. Tartsatok velem legközelebb is. Addig is legyetek jók. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok! Üdvözlettel Frici Felsőőrsről. Sziasztok!